úgy egyeztünk meg még a legelején, hogy nagyjából lakosságarányosan mindenki részesüljön a fejlesztési forrásokból. Nehogy úgy járjunk, hogy egy kis település, aki gyengébben pályázik, gyengébb csapata van, az elmaradjon ezektől a pályázati lehetőségektől, vagy egy nagyobb, erős, jobb település pedig összegyűjtse az összes pályázati pénzt. Igyekeztünk úgy, hogy minden településre jusson fejlesztés, azokat a fejlesztéseket valósítsuk meg, amire igazán szükség van. Hiszen a tervezés folyamatában az volt, hogy hát mindenki benyújtotta az igényt. Voltak irreális igények, és voltak teljesen reális igények, és ezeket kellett kiszűrni, hogy mi az, amire igazából szükség van, mi az, amire kevésbé van szükség, és hát ezeket próbáljuk megvalósítani. És hát természetesen a települési operatív programok az egy bizonyos összeg, de ennek többszörösét egyéb forrásokból is, a gazdaságba, a gazdasági fejlesztésekbe, a turisztikai fejlesztésekbe egyéb összegek kerülnek, egyéb fejlesztési források. Én azt látom, hogy Magyarország és a régió az elmúlt 20-25 évben nem jutott ilyen fejlesztési forrásokhoz. Látványos lesz a fejlesztés és fejlődés az elkövetkező időszakban.